Halottak napja, illetve minden szentek van. Én 20 éve vagyok újságíró, és nagyon sok kollégát, jó barátot veszítettünk már el. Égen ez a Mécses most itt az ő emléküknek. Kedves nézőink, stúdiónk vendége Zaja Csernő. Minden szentek. Honnan ered az ünnep? Minden szentek elég régre nyúlik vissza. A keleti egyházban 380 óta ünneplik tulajdonképpen a vértanúkat, hiszen tudjuk, hogy az első időkben Krisztus után keresztény üldözés lépett fel, és nagyon sok vértanú, vagy keresztény ember vesztette az életét különféle kivégzések közepette. Tehát a keleti egyház már 380 óta ünneplik. A nyugati egyházban tulajdonképpen 609-ben IV. Bonifác pápa, amikor megkapta a Rómában minden idegen Isten tiszteletére épült Panteont, és május 13-án szentelte fel a Szizmária és a vértanúk tiszteletére. Azóta ünnepli a nyugati egyház, aztán ez később folytatódott, ugye IV. Benedek pápa az 1720-as években kibővítette ezt az ünnepet, Mária a vértanúk és a földön élő igaz emberek üdvözült lelkek tiszteletére, és gyakorlatilag a mai formáját november 1-jét 9. Benedek pápa 1824 tájékán rendelte el. És hát annak azért abból az apropóból, hogy a szenteknek nincs szüksége a mi imánkra, hiszen azok már üdvözültek, hiszen minden szentekről beszélünk. Tehát ők üdvözültek, viszont számunkra üdvös dolog kérni az ő segítségüket, közbenjárásukat. November 2-a pedig ugye halottak napja, ilyenkor elmegyünk a temetőkbe. Mennyire tudjuk elfogadni egy hívő ember, mennyire tudja elfogadni a halált? A halál, úgy érzem, hogy egész életünk elejárója, tehát hogyha egyszer megszületett az egészen, biztos, hogy meghal. És igaz, hogy november 2-án ünnepeljük a halottak napját a temetőben, mégis nagyon érdekes, hogy november 1-én megyünk ki gyertyát gyújtani a szeretteink emlékére. Ez egyrészt a minden szentek ünnepköréből is fakad, másrészt pedig az ünnepet mindig megelőzi egy vigília. Tehát ez a régi zsidó hagyományra tevődik vissza, az ugye ott a szombati nap, az mindig az esthajnal csillag följöttétől a következő nap esthajnal csillag följöttéig tart. Tehát minden ünnepet megelőz a vigília. Ellenben november 2-a a halottak napja azért kapcsolódik minden szentekhez, hisz itt az egyház képünk, vagy hát az egyház alkotott felfogásunkban nem árt, ha tudjuk azt, hogy az egyház az három részből tevődik össze. Megdicsőült egyház, ez a szentek, akik életüket bizonyítva megdicsőültek, és nem csak azok, akiket szentként tisztelünk, nyilván jóval többen vannak. Ez a megdicsőült egyház, van a küzdő egyház. A küzdő egyház mi vagyunk, akik itt a földön élünk és küzdünk nap, mint nap, meg kell küzdködnünk a hitünkért, emberségünkért, és van a szenvedő egyház, hitünk szerint ugye, akik elnyerték az üdvösséget, vagy elnyerik az üdvösséget, előbb a tisztulás állapotába jutnak a tisztító helyre. És igazából a halottakért való imádságra ezért van nagy szükség templomainkban, az egyházban, hisz ilyenkor azokért a szeretteinkért imádkozunk, akik a szenvedő egyház tagjai. Tehát az elhunytak, hogy minél előbb kiszabaduljanak a szenvedés tisztító hely állapotából, és elnyerjék az üdvösséget. Azért mi élő emberek akár bevalljuk, akár nem félünk a haláltól. Igen. Bár hozzá kell tenni, hogy a halál legalább annyira természetes, mint a születés, hisz mindannyian tudjuk, hogy aki megszületett, az meghal egyszer. És hát ez a félelem legyőzhető azzal, hogyha az ember komolyan hisz abba, hogy ez a földi lét egyfajta úton járás, amikor haladunk a célunk felé, a megígért örök cél felé. És igazából, ha azt nézzük, nagyon sok esetben láttam már szenvedő beteg embereket, akik vágyódtak a halál után. Ha ma megnézzük a mai egészségügyben is, ugye a hospice, különböző hospice intézmények, ahol
nem kínozzák idézőjelbe az embereket, hanem nyugodtan fölkészítik őket a békés átmenetre. Azt hiszem, ez az emberi része azért annak, hogy a halált is meg kell becsülnünk. Halál is egy nagy dolog az életünkben, legalább olyan nagy, mint a születés, hiszen a születésben ugyanúgy egy világból kiszakad, az anyaméből kiszakad egy gyermek, és fél, és sír, és minden baja van, mert nem tudja, hogy milyen lesz a jövő, és hát mi örülünk, amikor megszületik, csak a kisgyerek sír. Az életünk akkor lesz teljes és szép, hogyha mindenki örül, amikor meghalunk. Ugye a földi születésnél a kisgyerek sír, mindenki örül, égi születésnél pedig mindenki sír, hogy elmentünk, csak mi örülünk, hogy átmentünk az új életbe. Akármennyire is nézzük, azért mindannyian érezzük, hogy nem vagyunk egyformák, és lassanként az erőnknek vége lesz, különféle betegségek, bajok előjönnek, egy idő múlva elég terhes lesz az élet, és itt azért a hitünk nagyon sokat jelent, mert azt hiszem föl lehet készülni méltó módon arra, hogy az Úristen szólít, igent mondjak. Mindennapi papi gyakorlatából, amikor utolsó kenetet feladja a haldoklónak, akkor mire gondol, mit érez? Ön mennyire tudja ezt átérezni? Sok ilyen eset történt az életemben, amikor szemben áll az ember azzal a ténnyel, hogy most egy valaki elmegy innen a földről végleg. És hát olyan emberek is, akiket ismertünk, szerettünk. Én azt hiszem, hogy ezek igazából megrendítő dolgok. Legutóbb, mikor voltam egy bácsinál betegkentét feladni egy nappal a halála előtt, akkor kértem rá, hogy oda át ne feledkezzen el rólunk. És oda át az Úristen előtt az így szóljon egy pár szót az érdekünkbe. És boldogan bólogatott, hogy igen. Ott már jó lesz, mert nem érzi azokat a szenvedéseket, kereszteket, amik itt a Földön érték. Igazából számomra a halál átmenet, hazaérkezés. A halál egy küszöb, egy ajtó. Mindegy, hogy ki hogy nevezi, de kell, hogy az életünk részévé váljék. Mint ahogy az egyszerű népek életében az életük része volt az elmúlás gondolata is. És igazából itt a Földön múlunk el, újjászületünk valami új életre. Ahová? Oda várjuk majd a szeretteinket. Tehát jó, ha az embernek oda át is vannak ismerősei, akik esetleg várják. A temető bejáratáról ugye mindig azon ír, hogy feltámadunk. Igen. Nyilván ez a hitünk alapja, hogy itt a földi világunk az összeomlik, és ezért nagyon lényeges, hogy a értékeink, az életvitelünket mire alapozzuk. Ez a világ mit tud nyújtani nekünk? Ideig tartó dolgokat, amik nem örökre szólnak. A hitünk az viszont föl tud készíteni bennünket arra, hogy az örök célunkra felé haladjunk, törekedjünk. És hát akikre fölnézünk, nagy emberek, ha megnézzük a történelem folyamán, azok az igazi példaképek, akik másokért, ha kellett, az életüket is áldozták, annak ellenére, hogy lehet, hogyha másként élnek, anyagilag vagy más szempontból jobban jönnek ki belőle. Mégis el az anyagiasodott világunkban, azért a rohanó mindennapokban ritkán gondolunk azokra, akik már elmentek közülünk. Éppen ezért nagy szükség van arra, hogy megálljon a mai ember. Mai világot rohanó világnak mondják. De ezt mi tettük hozzá? Szoktam néha mondani a temetőben, amikor egy-egy halottól búcsúzunk, amikor a halottat körülvesszük a ravatalnál, hogy itt most nem siet senki. Itt megállt az idő. Akit temetünk, az már nem siet sehová. És valahol nekünk embereknek is szükségünk van arra, ebben a roholó világban még inkább feladata a keresztény embernek, hogy rámutasson erre, hogy szükségünk van arra, hogy megálljunk, és számot vegyünk önmagunkkal. Ugye régen azt mondták, hogy a strucc politika, ugye ismerjük mindannyian, a strucc egy nagy madár,
És hogyha fél, akkor mit tesz? Homokba dugja a fejét, mert úgy érzi, hogy ha ő nem lát, őt se látja senki. Ez egy rossz felfogás. Nekünk igenis emberileg nézve, és hogyha csak igaz emberként élve is, szükségünk van arra, hogy föl tudjunk készülni, illetve szeretteinket, idősebb szeretteinket föl tudjuk készíteni a halálra. Az édesanyám mostanában haldoklik, elég súlyos beteg, és nagyon nagy derűvel tudunk beszélgetni egymás mellett, megfogva egymás kezét, hogy készül arra a pillanatra, amikor hazahívja az Úristen. Mert várja oda hát valaki. És hát mindannyian így leszünk, azt hiszem, amikor eljön majd ez a nagy pillanat. Ugye a temetési liturgiában van is egy rész, amikor imádkozunk a következő halottért, aki majd elmegy közülünk. Igen, hát ez mindezt, ezt a hitet fejezi ki bennünk. Igazából a halálkor nem a halottat dicsőíti az egyház, vagy a halottról beszél, hanem kéri az Úristen irgalmát. Azért, hogy vezesse haza, adja meg számára azt az otthont, ugye, ahogy mondtam az elején, nagyon sok esetben reményeink szerint a tisztító helyre kerülünk, és onnan majd az itteni hívek imájára is, a szentek közben járására is, ugye, reméljük, hogy hazatalálunk az örök életre. Ugye, ahogy mondtam, az egyház hármas alapját, ugye, a küzdő és a megdicsült egyház tud tenni azokért, akik szenvedésben vannak a tisztító helyen. Tehát, ha mi imádkozunk értük, akkor az Úristen az imákra való tekintettel bizonyára rövidíti a szenvedésüket, illetve a minden szentek, a szentek imádkoznak szintén őértük is, illetve kérjük a saját magunk számára is a szentek közben járását, hisz ezért választunk védőszentet, amikor megkeresztelnek, ezért választunk védőszentet bérmálkozáskor, illetve ezért választunk védőszentet, amikor például papszentelés vagy szerzetesrendbe való beiktatás van. És hát ilyenkor énekli el az egyház azt a litániát, amit úgy hívunk, hogy minden szentek litániája, ugye? Amikor a szentek közben járását kérjük, ez minden szentek ünnepén, aztán búzaszenteléskor, amikor az egyszerű ember ki volt éve az időjárás veszélyeinek, és erről nem szabad elfeledkezni, még a mai modern ember is ugyanúgy megszenvedi az időjárást, tehát ilyenkor a szentek segítségét kérjük, hogy jó termés legyen, illetve minden szentek litániáját az egyház elimádkozza a pap szentelésekor, püspök szentelésekor is. És akkor a novemberi őszi alkonyon, amikor hullanak a fellevelek és a szél végig söpör a temetőben, ilyen mécseseket viszünk magunkkal, mire gondoljunk? Sajnos a temetőben nagyon sokszor az elmúlásra gondol az ember. Ami az én megítélésem szerint eléggé téves, hiszen egy mécses azért világít. És ahogy lobog a láng, ugyanúgy ez a mécses az életet jelképezi. Ugye az élet az állandó mozgás, szüntelen fényt, meleget adni akarás mások számára. És a temetőben én azt hiszem, az életre kell gondolni. Arra az életre, amire vár mindannyiunkat. És hogyha ilyen hittel tudunk szeretteink fejfájánál megállni, hogy ők most is velünk vannak, hisz nekik köszönhetjük azért bizonyos szempontból az életünket. Akár fizikailag, akár másként is, hisz belőlük táplálkozunk, ők a gyökerek. Ahogy a Szentírásban halljuk, ha a búzamag földben nem hull és el nem pusztul, egyedül marad, de elhal, sok termést hoz. Ők elhaltak azért, hogy mi éljünk, és ezzel nevelnek bennünket, hogy mi nekünk is el kell halni, azért, hogy mások az életünkből táplálkozva újítsák és erősítsék a társadalmat. Zajan Csernő, plébános úr, köszönöm szépen. Én is nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, és méltón ünnepeljük a halottak napját, és minden szentek ünnepén ezt kívánom minden kedves tévénézőnek.